Hello, hello! Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma a gyerekeknek megint énekelni fogok. Nem tudom, hogy ez mennyire izé, de hát el akarom nektek énekelni a francia ABC-t, de ez gyerekeknek lesz való ez a videó. Vagyis, ha nagyon akarjátok hallgatni, hogy hogy énekelek, akkor felnőttek is meghallgathatják, de hát szerintem nem olyan valami fantasztikus dolog. Na mindegy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, et les trois dernières lettres sont X, Y, E, Z. Ez egy kicsit hamis volt, de nem baj. Azt hiszem, hogy a gyerekek nem olyan izék, mint a felnőttek, szóval nem fognak szólni semmit. Szóval lassan elmondom még egyszer, és utána megint gyorsan, jó? És meg is mondom, hogy mit jelent a végén az a pár szó franciául. Szóval A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, et les trois, szóval és a három, és les trois, a három, dernière, utolsó, dernière, lettre, betű, son, szóval vannak, ezek azok, x, y, e, z, szóval, et les trois dernières lettres sont x, y, e, z. Oké. Okay. Szóval, még egyszer gyorsan? Na, csináljuk együtt. Hogy ne csak én izéljek így olyan nagyon fantasztikusan énekeljek így mindenki előtt, jó? Ti is, velem együtt. Na, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, et les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Na, még egyszer utoljára gyorsabban. És utána szerintem a mai napra az énekelésből ennyi lesz. Na szóval. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, et les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Yeah! Nagyon jól énekeltetek! Köszönöm szépen, hogy hallgattatok! És nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok! Et les trois dernières lettres... Et les trois dernières lettres sont X, Y et Z.